A szekció záró előadásaként szeretném megkérni Józsa Viktóriát, a Nordconsult ügyvezetőjét, hogy beszéljen arról, hogy hogy is működnek ezek a gazdasági és intézményi kapcsolatok a hazai városokban. Igen, köszönöm szépen a szót. Először is szeretném megköszönni a felkérést, illetve a lehetőséget. A Magyar Regionális Tudományi Társaság elnöksége tagjaként a Magyar Urbanisztikai Társaságnak. Szeretnék kapcsolódni néhány ponton az előzőekhez, a gazdaságról és a gazdaság szerepéről szeretnék beszélni a várostervezésben, a várostervezőkkel való együttműködésben, és több kapcsolódási pont is elhangzott a Mercedes motortól elkezdve, hogy ha Audi lett volna, akkor azt mondanám, hogy 90%-ot Győrben gyártották, így hogy Mercedes volt, így azt tudom mondani, hogy az a kukarobot, ami egyébként egy másik prezentációban szerepelt, ilyen narancssárga, ilyen nekünk is van a Mercedes gyárban Kecskeméten. Próbálom léptetni, de igen. Egy Enyedi György idézettel kezdtem a prezentációt, és nagyon sok kihívásról volt már szó itt a várostervezés kapcsán a következő 50 évre vonatkozóan. Nem szeretném megismételni őket, csak egy kicsit kapcsolódva ugye az iparhoz, az újraiparosításhoz, európai ipari reneszánszáról, aminek ugye az éveit éljük jelen pillanatban. Fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a városok, a várostervezők nincsenek egyedül ebben a folyamatban, nincsenek egyedül a kihívások kezelésében, hiszen ott vannak például azok a nagyvállalatok, amik ezekben a városokban, elsősorban a nagyvárosokban, és nem a fővárosokra gondolok, elhelyezkednek, és akik beágyazódásukkal, folyamatos kapcsolataikkal tudják segíteni ezeket a folyamatokat. Elhangzott itt az is már kérdésként, hogy miből tudjuk finanszírozni akár a városfejlesztéseket, és nem kimondottan csak gazdaságfejlesztésre, helyi gazdaságfejlesztésre gondolok, például a befizetett helyi iparűzési adóból, ami ugye jelentős részét képezheti az önerőnek. Három magyarországi nagyváros példáját szeretném bemutatni, szándékosan nem a fővárosra fókuszálva, és oda tettem, elnézést kérek egyébként a geográfusoktól azért, mert belenyúltam a térképbe. Az Audi és a győri példát, Kecskemét és a Mercedes példáját, illetve Miskolc és a Robert Bosch csoport példáját szeretném bemutatni. Ezek hazai viszonylatban nagyvárosok, európai viszonylatban közepes méretű vagy másodrangú városok, 100-200 ezer fő körüli lakosság számmal. Nagyon kicsi elméleti hátteret szeretnék említeni, annak kapcsán, ugye a különböző térértelmezések kapcsán, hogy hová tudnak ezek a nagyvállalatok egyáltalán beágyazódni, kikkel tudnak egyáltalán együttműködni. Itt egyrészt a külső térben, amiről már volt is szó, és amire még későbbiekben is utalni fogok, tehát a földrajzi térbe, másrészt pedig az úgynevezett belső terekbe, amit a helyi gazdaság, a helyi társadalom, a helyi kormányzat és a helyi tudomány képez, amik ugye földrajzilag nem lokalizálhatóak. Két modellt hoztam, csak azért, hogy megmutassam, hogy amit én szeretnék mutatni modellt, miben tér el, és miért más, mint a nemzetközi szakirodalom. Ez az úgynevezett nagyvállalati beágyazódás, amiről beszélni szeretnék, ez ugye a corporate embeddedness-ként ismert. Van, aki azt gondolja, hogy minél mélyebb ez a beágyazódás, annál jobb, van, aki azt mondja, hogy annál rosszabb, van, aki meg azt mondja, hogy van egy optimuma, ez a fordított harang, ugye is van előtte és utána is egy másik pont. Én azt mondom, hogy a beágyazódás kapcsán vizsgálhatunk külső teret, belső teret az úgynevezett ötös helix modell, vagy pentahelix modell alapján. És konkrét példákat mutatva erre, akkor nézzük például a gazdaságot. A beruházásokon, a foglalkoztatáson, a beszállító fejlesztésen keresztül, ugye ezek a nagyvállalatok folyamatosan fejlesztik a helyi gazdaságot. Ezen túlmenően ugye részei már a helyi klasztereknek, és létrehoznak olyan struktúrákat, például az úgynevezett vállalati tanműhelyeket, amik szintén segítik más gazdasági szereplőknek a fejlesztéseit is.
A helyi kormányzatot, hogyha megnézzük, hogy tudnak ugye beágyazódni, ez egy egyébként nagyon érzékeny terület, és mennyire szükséges beágyazódniuk. Például a nemzeti, vagy akár helyi szintű stratégiai partnerségi megállapodásokon keresztül, illetve például az ITS-eknek a tervezésén keresztül, de volt rá jó példa, például Miskolc esetében, ahol a Miskolc város logóját is közösen tervezte például ugye a Bos és a város. A Nemzetközi Bölcsöde óvodaiskola, ami mind a három példánál már szerepel, és létező gyakorlat mind a három városban, szintén első körben egy exogén forrásból megvalósuló fejlesztés, ami azonban endogénné válik, hiszen az, hogy Miskolcnak például sokáig volt nemzetközi iskolája, óvodája, Kassának például nem, az a telepítési döntéseknél egy helyzeti előnybe hozta a várost. Társadalmat megnézve, mindenkinek ismertek ugye a CSR tevékenységek, társadalmi felelősségvállalás, erre nem térnék ki bővebben, de például, ami már itt elhangzott az első prezentáció kapcsán, lakhatás. Lakhatás támogatása, ugye a Mercedesnek saját bérlakás programja van Kecskemét várossal közösen. Vagy akár az egészségügy. Az Audinak nem tudom mennyire ismert, ugye, ha nem is saját kórháza, de saját egészségügyi épülete van. Vagy akár a bejárás támogatás. Mind a három nagyvállalat részben egyébként talán a nemzeti kormányzati szintül és átvállalva szerepet saját bejárási rendszert szerződéses járatokon keresztül üzemeltet. És hogyha a tudományt is megvizsgáljuk, ugye bizonyára ismert, hogy van már Audi tanszék, van már Bosch tanszék, Mercedes tanszék még nincs, majd beszélni fogok róla egy kicsit később, hogy miért, de vannak úgynevezett kooperatív, tehát vállalatok és egyetemek, illetve felsőoktatási intézmények közötti együttműködések és kutatási programok. De ide hozom a vállalati kutatásfejlesztést, illetve a duális képzést is, ami mind középfokon, mind pedig felsőfokon, tehát az egyetemi, illetve a szakközépiskolai képzésben is megvalósul. És hogyha az ötödik tényezőt, a valós külső teret nézem meg, akkor pedig ide sorolhatóak azok a megújuló energiaforrásos projektek, logisztikát, megközelíthetőséget javító, akár feltáró utak megépítésével járó intézkedések, illetve projektek, és a környezet és energiatudatosságnak a javítása. Néhány képet így a kávészünet előtt, hogy ne aludjanak el, mutatva. Tehát ez a győri példa, ugye ez egy kicsit több mint 20 éves időtávban készült ez a két kép, és akkor konkrétan ugye ennek a beágyazódási folyamatnak a lépései, az elsők, amik a beruházáshoz, tehát a kor alaptevékenységekhez kapcsolódnak, a többi viszont olyan, amit én szabadon választottnak hívok, hiszen ahhoz, hogy ő gyártani tudjon Győrben, ezek nem szükségesek. De ahhoz, hogy segítse a helyi társadalmat, gazdaságot, hogy beágyazódjon, ahhoz már szükségesek. És ide jönnek ugye a tanszékalapítás, a kísérleti motorgyártóközpont, az Audi Hungária iskolának az üzemeltetése, illetve akár a stratégiai programozásban velő együttműködés ugye az adott várossal. Miskolc esetében, ugye itt három külön gyárról beszélünk, különböző szektorokban. Ez itt ugye a kéziszerszámgyár, ez a kettő pedig az autóipari, tehát a járműipari beszállítógyár. Itt elhangzott egyébként az e-mobilitás is. Azt csak szeretném elmondani, hogy a 60-i Bosch gyárban gyártják azokat a szenzorokat, amik az e-mobilitáshoz kapcsolódóan ellátják az európai járműipart. És ez a Boschnak a legnagyobb ilyen típusú gyára globális viszonylatban. És itt pedig a beágyazódásnak a lépései, megint azok, amik konkrétan a gyártási tevékenységhez szükségesek és kapcsolódnak, illetve azok, amik nélkül lehetne gyártani, de nagyon fontosak a helyi társadalom, helyi gazdaság, helyi oktatás szempontjából. És végül pedig ugye lehet, hogy kicsit felkavaró lesz az a két kép. Ez egy tipikus zöldmezős beruházás volt, még hogyha így nem is úgy tűnik. Hát igen, ez a 200 hektár itt nagy port kavart annak idején, hogy oda kellett adni a Mercedesnek, miért azt a 200 hektárt, miért azon a besorolási területen. De én azt gondolom, hogy aki az elmúlt években volt Kecskeméten, az érzékelni fogja azt a fejlődést, ami ott végbe ment. És ugye
itt arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy a Mercedes gyárban, illetve a duális szakképzés és a duális felsőfokú képzés már akkor megindult évekkel azelőtt, hogy egyáltalán a termelés megkezdődött volna a gyárban. És akkor néhány olyan dia a végére, ami pedig egy Miskolc városban végzett úgynevezett attitúd, lakossági attitűdvizsgálat. Ez egy nem reprezentatív vizsgálat volt, egy viszonylag alacsony számú mintán, és ezek nem tudom miért vannak itt benne. De alapvetően ugye az volt a kérdés, hogy a nagyvállalatok hozzájárulnak-e a városok fejlődéséhez. Hát itt van a vonal, tehát látszik, hogy nagy százalékban azt mondták a lakosok, hogy igen. Itt a kérdés az volt, hogy beágyazódnak-e a nagyvállalatok hazánkban a helyi környezetükbe, és itt látszik a magas arányokon, hogy legalább az, hogy igen részben, nagyon nagy százalékban szerepelt, és kiemelendő, hogy akik nagyvállalatnál, tehát az üléspont meghatározza az álláspontot, akik nagyvállalatnál dolgoznak, illetve pozitív attitűddel rendelkeznek, azok értelemszerűen magasabb százalékban válaszolták azt, hogy igen. Itt kiemelném azt is, hogy volt egy olyan kérdés, hogy mennyire ért egyet az, hogy a modern kor rabszolgatartói lennének a nagyvállalatok. Itt egy nagyon érdekes különbség jött ki a 25 év alattiak, illetve a 65 év felettiek körében, mert a 65 év felettiek nagyon nagy százalékban azt válaszolták, 4-es, 5-ösre tették, hogy szinte teljes mértékben megvalósulónak tartják ezt az állítást, míg szerencsésebb módon a nagyvállalatok szempontjából a 25 év alattiak meg szinte teljesen nem tartották ezt megvalósulónak. És a környezetnek az öt elemét vizsgálva, itt kiemelendő, hogy ugye a gazdaságba és a tudományba tartják a leginkább megvalósulónak, és a társadalom kormányzat környezetbe kevésbé ezt a beágyazódási folyamatot. És végül pedig, mik azok a kérdések, amiket feltehetünk ennek kapcsán, és visszautalva az első kijelentésemre, hogy nincsenek egyedül a települések, nincsenek egyedül a városok ugye a kihívásokra való reakcióval, hogy az én megállapításom az, hogy szükséges a stratégiai partnerség a gazdaság szereplőivel. A kérdés az az, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni. Milyen platformokon keresztül, illetve hogy milyen szervezeteknek a feladata ez, kinek a feladata ez, ki kezdeményezze. A második állítás, hogy a társadalom hozzáállása támogató, főleg az új generációi. A kérdés az az, hogy hogyan ismerjük meg az igényeiket. A helyi társadalmat hogyan kérdezzük meg ezzel kapcsolatban. Egy alapvetően ugye posztszocialista helyzetben, sokszor talán még most is multi ellenes hangulatban. A harmadik állítás az, hogy a nagyvállalatok készek együttműködni. Azt gondolom, hogy az fenti példák mutatták azt, hogy milyen nyitottság van, és hogy hajlandóak investálni ebbe a folyamatba. A kérdés az az, hogy milyen intézkedéseket kell terveznünk ennek érdekében, és hogy milyen települési, vagy akár kistérségi, most már járási, vagy akár megyei, vagy akár nemzeti, tehát milyen területi szinten kell, kinek kell velük megkezdeni az együttműködést, kinek kell ezeket az intézkedéseket megterveznie. Jó. És alapvetően a végén szeretnék a Magyar Regionális Tudományi Társaságról csak néhány szót mondani, megint megköszönve akkor a hatékony együttműködést az Urbanisztikai Társaságnak. Ez egy olyan szervezet, akinek, vagy amelynek több mint 300 tagja van, alapvetően ebből 109 határon túli, alapvetően valóban tudományos szervezet és tudományos céllal jött létre, de nagyon szívesen fogadjuk gyakorló szakembereknek a jelentkezését, illetve a bekapcsolódását is, mivel partnerszervezete vagyunk a Magyar Urbanisztikai Társaságnak, így akár a Magyar Urbanisztikai Társaságon keresztül, akár pedig közvetlen módon. Köszönöm szépen a figyelmüket!